az a két csapat, az Újpest és a Honvéd zárja a fordulót a vasárnap esti mérkőzésen, amelynek még szerdán karácsony előestéjén is lesz jelenése, elmaradt találkozót, bepótolandó, és ugyanúgy, ahogy a Honvéd, a lila-fehér csapat is az életéért küzd, ezért lesz igazán veszélyes. Balog húzza meg, és kerül helyzetbe egy szép cselsorozat után. Balog éleszögből nagyot kell védenie Banainak. A piros-feketék, tehát pozitív a gólkülönbségük, ezzel együtt hátulról a harmadikok a tabellán. Ott jártunk a legközelebb. Szendrei pontatlanul. Gazdag. Balog. Visszateszi lövésre. Lepattan. Szöglet. Hidi megint a szögletével. Barát! Éjt! Nem sokkal kapu mellé. Ha egyesével is, de gyűjtögették a pontokat. Talló! Beridze. Eltekeri. Nem volt veszélytelen. De a visszafutó Zsótér szerel viszont ellenfélhez, rúgja Simon Zitzerben, Tuivel! És rögtön lendületet is vesz ebből Beridze, és itt az ellenféltől kapott labda, Zsótér szöktette Simon Krisztiánt. Hidi, jól jön, Banai. Zsótér még mindig, szerencséje volt a Honvédnak, Mezgráni kicsit lecsúszik, Banai! De Banai mellé nyúl. Antonov. Jó szöglet, jó fejes! Beridze kap egy nagy labdát. Ott a helyzet, és gól! Itt van Onovo labdája. Mezgráni maradt le, és Barát későn eszmél. Lehet, hogy még azon morfondírozott, hogy hogy rúgott akkora luftot helyzetben a másik kapunál. De hát morfondírozni rajta utólag már nem szabad. Balog. Mezgráni. Most berúgja középre. Balog! Egy-egy! Most ez mind kiszakadt belőle. Ezután az egyenlítés. Utána szép akciót épített fel a csapat. Balogtól indul. Mezgráni egyből erősen lövi be. És egy pattanás után Balog vissza is rúgja a rövid sarokba. Hidi. Zsótér. Ellövi. Éppen csak kapu mellé. Jön tehát Mitrovic, és jön Perosevic is. Ja, ezeknek a csapatoknak pontosan egy hónap lesz a téli szünet karácsonnyal, az új évvel, a felkészüléssel egyetemben. Szép lefordulás, és egy gyönyörű gól Perosevic! A sokadik Antonov beadás, egy káprázatos labdaátvétel és fordulásból a kapunak háttalálva indítja a mozdulatot. Gyönyörű a befejezés, Perosevic. Az igen. Gazdag játsza meg, és Traoré futhatna. Sőt, tovább tudja tenni, Balog pedig a kapura tör, két újpesti üldözi. Balog, kapu mellé! Jóformán ez volt az első labda, ami eljutott hozzá ezen a mérkőzésen, és ez kis hiány rögtön gólpassz is lett. Kajovics volt az. Jó is volt az. Szendrei. Mindenki náthámozza magát. Sarokkal vissza, gazdag, Banai! Mindkettő sikerült az újpesti kapusnak, hiszen olyan helyre tudta kipaskolni, ahol csak lila-fehérek. Banai visszatáncol. Traoré, ott a lefejelt labda. Bacsa. És kifejelik oldalra az újpestiek. De még veszélyeztet a Honvéd. Traoré lövés. Banai! Balog még egyszer. Mellé! Nem játsza tovább Traoré, hanem inkább visszafordul, és egy szenzációs ballábas löketet küld.